Folytatódik a heti egyenleg, vendégeink továbbra is Lendva Ildikó és Lakner Zoltán. És még Magyar Péternél maradva, illetőleg Varga Judithoz is kapcsolódva, egyre többen feszegetik azt a Bayer Zsolti reakciót, hogy hát mi 10 éve tudtuk erről a takony gerincű, hogy idézzem pontosan az írás a címét, emberről, hogy ő már abuzálja a feleségét, és ezt mi már régóta ismerjük, meg tudjuk, hogy ott mi folyik. Miért nem csináltak semmit? Miért tűrte el a családbarát Fidesz, hogy az igazságügyminiszter családjába egy ilyen előfordulhasson, ha valóban ebből minden igaz? A másik, hogy mennyire kockázatos volt egy ilyen igazságügyminiszternek a napi munkahelyi tevékenysége, ha ő egyébként úgy jött el otthonról, olyan zaklatott idegállapotba, ha egyáltalán ki tudott szabadulni, mert valamikor bezárta őt Magyar Péter, ugye ezt is állította. Szóval hogy volt ez? Inkább, szóval abból a szempontból tudnám ezt politikai elemzői eszközökkel megragadni, hogy hát most már több mint két hónapja a kormányzati, nem tudom, kommunikációs stratégiák nem képesek egy olyan történetet kitalálni, ami úgy egyenes. Tehát és nem kontraproduktív igen, őnek. Saját elemeiben, még hogyha minden eleme hazugság is, vagy minden eleme igazság is, az elemek azok összhangban vannak egymással. Tehát állandóan lelóg valami erről a sztoriról, Novák Katalin kegyelmének magyarázatán keresztül, Balogh Zoltán szerepén keresztül, Orbán Viktor tudott-e róla, nem tudott róla szerepén keresztül. Bármi, ami történik február eleje óta, az valahogy így, szóval így ilyen csálén áll, holott ez a fő produktumok, tehát kormányzás az elég régóta nem zajlik, ez maga a kormányzás, hogy narratívákat gyártanak, és valahogy sehogy nem sikerül ezt kitalálni. Én nem tudom, hogy hány olyan elszánt fideszes szavazó van, aki így egymás mellé teszi a tényt. Nem azért, mert hülyék, félreértés ne legyen, hanem mert ők meg abban akarnak hinni, amiben ők vannak. Tehát amiben biztos, eddig hogy, hittek. Amiben eddig hittek, tehát képesek bizonyára számos tény fölött elsiklani, de aki már csak egy fél lépéssel kijebb van, az szerintem megint csak nem ilyen elemzői szinten, hanem érzet szinten, atmoszféra szinten szerintem beleakad abba, amit most föltettél kérdésként, hogy rendben elfogadom, hogy a Magyar Péter ilyen meg olyan, mondhatja magának valaki, de akkor ez hogy is volt, hogy akkor miért nem történt valami korábban? Szóval nem és ugye, bocsánat, még idéznek valamilyen állambiztonsági átvilágítást is, amely mindent rendben talált. Azt nem tudjuk, hogy rendben találták. De azt kommunikálták, hogy minden rendben hát van. Hát legalábbis nem volt olyan, kinevezték miniszternek. De így utána csak... is, miközben már miniszter volt, akkor is volt egy vizsgálat. Igen, valahol előkaparom. De egy picit a nemzetbiztonsági kockázatnál maradva, mert ez már nem csak családi pletyka kérdéseje. Ugye a parlamentből ismerem, hogy megy ennek a menete. Van, aki kéri az átvilágítását valakinek, akit ki akar nevezni, ez parlamenti képviselő esetén, ha olyan bizottságba küldik, ahol ez kell, akkor a házelnök. Miniszterek esetén a miniszterelnök. Csak az kapja meg a titkosszolgálati, vagy a nemzetbiztonsági átvilágítás eredményét, aki ezt a vizsgálatot kérte. Magyarán itt két eset van. Vagy jelzett valamit ez a vizsgálat, és akkor az ott volt Orbán Viktor kezében. Nincs olyan szabály, hogy köteles figyelembe venni, de hát ha igazat mondanának véletlenül mindenben, akkor ez egy óriási nemzetbiztonsági kockázat, tehát olyat kinevezni miniszternek, akkor itt a miniszterelnök volt felelőtlen. Vagy az egész átvilágítás bagót sem ér, noha erre van szakosodva elég sok ember. A harmadik eset, hogy most hazudnak a házassági kiszolgáltatottságot illetően. De ahogy te mondod, egyik se sima. Tehát egyik sem olyan, aminek meg szabadna történnie. És valamit hagyd tegyek hozzá, ez sajátos női szempont. Próbáltam végiggondolni, hogy
politikai mentségként, a kormány és a párt mentségeként milyen szerepben tüntetnek fel nőpolitikusokat. Ugye Novák Katalinnál az a magyarázat, hogy hát annyira engedelmesen hallgatott Balogra, aki az ő jótevője, meg mentora, meg barátja, hogy hát ugye neki nincs is akarata, a Balog azt mondta neki, hogy írja alá. Hát kikérem magamnak Novák Katalin nevében. Most Varga Juditot, aki aztán végképp egy ilyen karakteres nőnek, és nem egy gyenge virágszálnak néz ki pszichés szempontból, most azt a képet kell magára öltenie, hogy ilyen elgyötört nő, akit a férje már, ha nem is fizikailag, de halálra kínzott, annyira, hogy mindenfajta kormány titkokat elfecseg neki, vagy kitalál pontosabban sztorikat, mert ugye azt mondta, hogy hát csak hogy szabaduljon. Igen. Na most miféle karakterrombolást hajt végre ez a rendszer a saját káderein? És a nővoltuknak szerintem ebben annyiban van szerepe, a bukásukban nem, hanem abban, hogy ez a nőképük, hogy az befolyásolható, hogy azt jégre lehet vinni, hogy ott mindig van egy férfi, akinek az akarata érvényesül, ha menjenek a csodába. Na most Ildikó, szóval mondtam, hogy előbogarászom, kérlek szépen, az Alkotmányvédelmi Hivatal 2023-ban azt válaszolta a HVG kérdéseire, a miniszter nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött tisztség. Az ellenőrzés elvégzése tehát kötelező, erre Varga Judit esetében is sor került, kockázatmentes eredménnyel legutóbb 2023-ban. A titkosszolgálat úgy ítélte meg, nincs ráleselkedő veszély, nemzetbiztonsági szempontból nem minősül se ő, se a környezete kockázati tényezőnek. Csak egy mondatot engedj meg, ha kockázati tényezőt találtak volna, sem volna szabad neki elmondania. Tudnélik azt valóban csak az átvilágítás. Hát, de hát akkor itt nem mond igazat az Alkotmányvédelmi Hivatal, akkor bocsánat. Lehet, hogy nekik előírják, hogy nem szabad igazat mondani, na, de ez mégiscsak ciki. Hát akkor azt mondják közleményként, hogy nem adhatnak volna tájékoztatást. Hát igen, szóval mondani, nem kellett volna ezt mondani. Tehát a nyilvánvaló hazugság, hogy csak bocs, hogy beleszóltam. Nem, menjünk tovább szerintem. Nem leszünk ebben okosabbak. Jó, akkor még Magyar Péterhez visszakanyarodva. Azt mondta például röviddel ezelőtt, egy-két nappal ezelőtt, az önkormányzati választás után rengeteg polgármester fogja otthagyni a Fideszt. Na, hát, ez egy olyan jóslat, ami számon kérhető majd alkalmasint. Abszolút. Én egykori pártkutatóként nagy érdeklődéssel figyelem azt a pártépítési stratégiát, ami úgy valósul meg, hogy eleve más pártok átlépőire számítok. Ez izgalmas minden esetre. Hallottam az interjújának ezt a részét, amiben ez szerepel. Tehát ugye ő azt mondja, hogy sokan keresik meg más pártokból. Ugye azt is állítja, hogy van olyan DK-s átlépminiszter. Ezt a Válasz Online-nak adta. Ez a Válasz Online. Ugye én nagyon szeretném itt mindig azt hangsúlyozni, és megint csak nem a rossz indulat beszél belőle, nem csak nekem elemzőként ez a dolgom, hogy meg tudjam különböztetni hogy megpróbáljam legalábbis, meg tudjam különböztetni a tényt a politikusi állítástól. Tehát nem tudjuk, hogy ki kivel és pontosan milyen tartalommal beszélt, és ki hogyan értelmezett egy-egy mondatot. Tehát nem tudjuk, hogy valaki jelentkezett, hogy ide akarok jönni, vagy csak beszélgettek a politikai helyzetről, amit valaki így, valaki úgy értelmezett, fogalmunk sincsen. Ilyen az is, hogy ugye azt mondta, hogy járt az országban, mert pihenni indult Balatonhoz, Mátrába, de ott rengeteg emberrel találkozott, ezt el tudom képzelni, nyilván rengetegen megszólították, beszéltek vele, és azt mondták neki, hogy még akár az is bekövetkezett, hogy később átlépnek, most nincs módjuk arra, hogy faképnél hagyják a Fideszt, de majd ha a választás lezajlik, és nyilván azt gondolják, hogy ott valami földindulás meg fog történni, akkor azok a hűség, békjók, amelyek jelenleg a Fideszhez kötik ezeket a helyi önkormányzati embereket, majd nem tudom, leszakadnak, és akkor majd Magyar Péterhez állnak át. Én biztos nem erre bazíroznál. Igen, ezt a szót akartam kikerülni. Építenék pártot, mert ez egy
tipikus 50-50 helyzet, úgy, mint vagy így lesz, vagy nem lesz így. Talán érdemes arról is beszélni, hogy ki mire számít, és ki mit nem fog megkapni, szerintem, a június 9-i választástól. Kitől? Én azért azt, hát az eredménytől, a választópolgároktól. Azt mondd el, mert az fontos, hogy senkinek sem fog 100%-ig a vágya teljesülni. Jó, ezt szívesen elmondom, köszönöm, de mindesetre ez a hiszem, ha látom kategória, hogy itt, uh-huh. itt tömeges, pláne a Fideszből önkormányzati tisztviselői átjelentkezés lesz majd a Magyar Péter pártjához, szóval azért ahhoz tényleg földindulásnak kell bekövetkezni. Én annyit tennék hozzá udvariatlanabbul, mint az elő, hogy én ezt nem hiszem egészen okay. egyszerűen. Én sem azt mondom, hogy akkor Magyar Péter nem mond igazat, hanem talán túlértékel ilyen baráti hátba veregetéseket, meg elemző beszélgetéseket. Én csak a soha meg a mindig kifejezéseket próbálom kerülni elemzői szerepben. Neked ezt nem is szabad. 1%-ot mindig engedni kell ezeknek. Jó, azt el tudom képzelni, hogy lesz egy vagy két polgármester, aki valamiért kilép, de ahhoz is tényleg egy nagyobb földindulásnak kellene bekövetkeznie. Gondoljunk nagyobb. Egyszerűen arra, hogy ma egy polgármester, és ennyiben sajnos a települése perspektívái erősen kormányfüggőek. A választás... Anyagilag, persze, erről beszélek. Tehát most Hűnek kell lennie, mert ő a Fidesz jelöltje, és kell valaki, aki kampányoljon. A Fideszen belüli viszonyok olyanok, hogy erősen Hűnek. Igen, utána meg azért kell majd Hűnek lennie, mert 3 pályázata van benn, és úgy gondolja, hogy nem teheti meg, most csak pozitív indokokat mondok, nem is zsarolás, hogy most akkor ő látványosan szakít a Fideszen. Magyarán azt kizártnak tartom, hogy ez egy tömegjelenség legyen, ha nagyon óvatos vagyok, ugyan nem ellenőrök, rossz, mert 1-2 lehet, de ennek nem lesz nagy jelentősége. Ez egy kicsit visszakapcsolódik ahhoz, amit az előbb föltettél, a tudatosság és az improvizáció kérdéséhez. Tehát végül is ő egy Fideszből kiugrott ember, aki ugye azt mondja, és azzal hitelesíti magát a követőjelölt, hogy azt mondja, hogy én vagyok az első fecske, ez nem teljesen így van, én vagyok az első fecske, de jönnek. Majd jönnek utána a többiek az ő pozíciójából. Ez egy teljesen logikus mondat. Ugye azzal bíztatja a híveit, hogy ez csak kövessék a kezdet. Kövessék a példáját. Ez csak igen. a kezdet. Uh-huh. Azt én kizártnak tartom, hogy legyen egy névsor a kezében, hogy majd ők fognak jönni, mert lehet, hogy voltak emberek, akik akár meg is ígérték ezt neki, és lehet, hogy abban a beszélgetésben ezt komolyan gondolták, tehát még csak azt sem feltételezem, hogy bárki bárkinek hazudott volna, csak a politikai helyzetek racionalitása egy magánbeszélgetésben a Patakparton az egészen másmilyen, mint hogyha nem tudom, október 35-én konkrétan vissza kell adni a mandátumot, vagy konkrétan ki kell lépni a Fideszből. Ez egyszerűen két teljesen különböző dolog, amiről beszélünk, arra ez nagyon alkalmas, hogy például mi is most erről beszélgetünk, és ezt próbáljuk értelmezni. Magyar Péter kiválóan ért ahhoz, hogy a napi hírciklust és a napi hírcikluson belüli órákat is megnyerje, és nem azt állítom ezzel, hogy nem mond igazat, ő számíthat erre. Vagy lehet olyan terve, vagy lehet olyan... Igen, lehet olyan kalkulációja már, mint abban az értelemben, prognózis, inkább így mondom, hogy majd ez be fog következni, és végül is miért éppen ne a saját politikai útját vetítené ki? Hát végül is ő valami ilyesmit hirdet. Meg hogy... a barátai is innen vannak, miért hát ne gondolná, szóval, hogy azok hogy én ezt nem gondolom, hogy ez egy nem igazság szándékával kimondott, akár ez egy mélyen belülről átért mondat lehet, én csak azt gondolom, hogy a politikai nem szituációk reális. Logikája az más, amikor konkrétan egyik polgármesternek vagy másik helyi képviselőnek ezt a döntést meg kell hozni, pláne hogyha 100-nak, vagy 200-nak, vagy 300-nak kell meghozni. Amikor ugye azt mondtad, hogy a baráta is. Gulyás Gergely is a barátja volt. És ugye ő se gondolja komolyan, hogy most Gulyás Gergely utána ugrik a Dunába. Nem, de ő már Gulyás Gergely, már korábban most rossz kifejezést mondok, hogy megtagadta, hogy... Igen. Ebben a Válasz online-os interjúban ki is alakul egy nagyon sajátos beszélgetés arról, hogy Gulyás Gergelyt befogadná ő a pártjába, és befogadná a pártjába. Ez nyilván, hogy mondjam, ez a teoretikusságon is túli dolog egyébként. Tehát, sok sansz nincs erre. Sok sansz nincs rá, de egyébként, hogy ilyen típusú dolgokról kérdezik, és ilyen típusú dolgokra válaszol. Tehát ennyiből ez a barátságfaktor, ez egy ilyen misztikus elemként továbbra is jelen van az ő megszólalásaiban.
A két dolgot szeretnék még Magyar Péterrel kapcsolatban megkérdezni. Az egyik az, hogy annak van-e perspektívikusan különös jelentősége, hogy őt Bárándi Péter, a köztiszteletben álló Bárándi Péter egykori igazsági miniszter képviseli az ügyészségen. Én azt hallottam ismeretségi körből, hogy Bárándi Péter már elég régen a család barátja, tehát hogy nem föltétlenül szimbolikus gesztusként kell ezt, hanem egy régi családi barátság következményeként. Jogász családokról van szó. Tessék? Jogász családokról jogász van szó. Két jogász dinasztiáról van mert szó. Mert ugye tudjuk, hogy tehát Erős Pál volt a fölmenő. Igen, és... tehát nagyon életszerű, amit hát mondom olyanokról, akik mind a két felet ismerik, hallottam. Ezzel együtt, ha a családi barátság alapján is történt Bárándi Péter odaállása, nyilván ennek a kifele szóló jelentése hitelesítette Magyar Pétert. Igen. Tehát Igen. ez, ha úgy tetszik, jól jött neki, bármely okból tudatosan. Azért kérdeztem meg, mert ez egy nagyon nyomós érv Magyar Péter megítélésében, hogy ki hogyne, képviseli őt. Hogyne, ez fontos volt, és ezt mondom, lehet, hogy véletlen okok következtében, de ezt a meccset megnyerte, hogy pozitívan hatott önmagában abszolút, az ügyvédválasztás. Ez az én számomra megint csak tehát egy elemzői nézőpontból az az érdekes, hogy mennyi összetevője van egy olyan döntésnek, aminek az eredményét a nyilvánosságban látjuk. Hiszen, hogyha valaki magyar állampolgárként, akinek nem kötelessége tudnia, hogy ki kivel van jóban, vagy ki kit ismer, ha magyar állampolgárként szemlélem ezt az ügyet, akkor azt látom, hogy na hát a híres ügyvéd, önmaga jogán is híres ügyvéd és a jogász dinasztia tagjaként, aki egy volt igazságügyminiszter, még köztársasági elnökjelöltként is fölmerült 2004-ben Bárándi Péter neve jelenik meg Magyar Péter mellett. Tudom, hogy volt egy politikai szerepvállalása már régen, de volt. Tudom, hogy ő tényleg egy nagy valaki abban a szakmában, és ő jelenik meg Magyar Péterrel mellett, akkor biztos, hogy ennek közéleti jelentőséget fogok tulajdonítani, miközben hát lehet, hogy tényleg nem tudom, gyerekkora óta ismeri, és magától értetődő, hogyha büntető jogi ügybe akarják őt belerángatni, akkor az egyik legkiválóbb büntető jogászt, ügyvédet fogja erre felkérni. Na de szerintem a politikusság, csak hogy megint ide kanyarodjak vissza, az itt kezdődik, hogy tudom, hogy nekem ez a motivációm nagy rész személyes, egyszerűen egy jó ügyvédet akarok, akiben megbízom személyesen is, de azért tudom, hogy ennek mi a nyilvános hogy, jelentése. És használom is. És attól még ezt a... Így van, és hogy ez a két dolog egymás mellett egyszerre tökéletesen megférhet egymással. Tehát szerintem Magyar Péter tudja, hogy mit jelent az, hogy Bárándi Péterre jelenik meg az ügyészségen. Végezetül azt hiszem talán két nappal ezelőtt, vagy... lehet, hogy három, de az is lehet, hogy tegnap, nem tudom most az időpontot. Írt egy nyílt levelet Orbán Viktornak Magyar Péter, amelyben arra kérte a miniszterelnököt, hogy hasson oda, hogy a szombati Kossuth-téri tüntetésen ne legyenek a tömegben provokátorok, akik majd olyanokat fognak elkövetni, ami miatt ez az egész tüntetés nem abban a színben tűnik fel, a közvélemény előtt, mint ahogy Magyar Péter és a támogatói várták. Meg kellett írni ezt a levelet? Hogyne, hát ez vagy ez miről tanúskodik, hogy ő azért egy kicsit fél? Nem, ez arról tanúskodik, hogy érti a kommunikációs technikákat. Szerintem ez a levél, ez a nyilvános levél, ez arról szól, hogy belesújkolja a táborába és belénk azt az egyébként igaz állítást, hogy Orbán Viktorék szoktak ilyen módszerekkel, ilyen, ha úgy tetszik, piszkos módszerekkel, provokációkkal dolgozni. Egy. Kettő. Ez már jó, mert hát ez az ő egész politikai célrendszerét erősíti, az egész rendszerkritikai attitűdjét. Méghozzá most
fölmegy a legfelsőbb személyig, mert eddig azért elsősorban Rogán volt a célkeresztben, meg mondjuk a rendszer egésszel. Most, hogy Orbán Viktor szólította meg, és ez a második jelentése a levélnek, már azon túl, hogy a rendszer kritikáját gyakorolja, ezzel följebb ment, most már Orbán az ő partnere ilyen módon, ez megint egy jó kommunikációs fogás. Végül, ha tényleg történik valami egy ilyen nagy tömegben, ha provokációból, ha magától, akkor megvan a kész válasz. Most már nehéz lesz azt mondani, attól még mondják hogy majd, itt spontán hogy akció a lakássajtóban, hogy mert usította a tömegét, és lám Magyar Pétertől még az erőszak sem el távol, mert rögtön ott van, hogy ő megmondta, hogy van ilyen veszély, lám Orbán ezt nem tette. Viszont hogy... fordítva is igaz, Ildikó, tehát ha nem történik semmi, akkor ne is történjen, akkor azért akkor nem történik, mert, lám, mert ő eleve jelezte, hogy ez egy olyan társadalmi súlyú demonstráció, hogy a kormány mérlegelte, pontosan, hogy ennek hogy ellen tartani, igen, az veszélyes. Tehát mindenképpen jól jön ki belőle. Azt hagyd tegyem. Tehát nem félelemből írta ezt a nem, szerintem levelet. Nem. Hát ez az ember nagyon sok kockázatot vállalt. Lehet szeretni, nem szeretni, de a kockázatvállaló készsége, és egy ilyenfajta bátorsága vitathatatlan. Nem hiszem, hogy most attól félne, hogy ketten összeverekednek a tömegbe, vagy nem. Egy utolsó mondat csak... hogy azzal együtt, hogy itt lekommunikációs technikázom a fogást, ezt érdemként mondom, hát pozitívumként. A politikai műveletnek. Igen, hogy igen. Érti a dolgát, mert azt is be kell vallanom, nem általános ez az ellenzéki pártoknak, hogy én drukkere vagyok ennek a mozgalomnak. Abban nem vagyok biztos, hogy Magyar Pétert szeretném bárminek az élére, de hogy mozdítsa tovább az állóvizet, az szerintem minnyájunk érdeke, akik változást akarnak. Hát ebben egyetértek. Tehát a brezsnyevi pongás mintájára az orbáni pongás, ami itt 2022. április óta beállt, ez biztos, hogy mindennél előnyösebb, és csak a szint lépésre hadd reagáljak annyiból, nekem egy ilyen riasztó emlékem, nem riadok föl rá éjszakánként, csak eszembe szokott jutni, hogy amikor Márki-Zay Péter 2021. decemberében lehetőséget nyert arra, hogy Emmanuel Macronnal találkozzon. Ugye Macron elnök, mint EU soros elnökségét adó ország vezetője látogatott Magyarországra, és megtette azt, amit soha korábban senki, Angela Merkel sem tett meg, igen, hogy az ellenzékkel is találkozott. És Márki-Zay Péter, akinek a, hogy mondjam, a jó hiszeműségében én egy percig nem kételkedtem, aznap vagy másnap este ment a ATV egyenes beszédbe, ahol hát én nem striguláztam, de egy tartalomelemzést javaslok elvégezni mindenkinek, kvantitatív elemzést, ahol arról beszélt, hogy hogyan, miben vitatkoznak most egymással Gyurcsány Ferenccel és Jakab Péterrel. Ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy Macron, Macron, Macron. Miközben ugye a dolog arról szólt, hogy olyan miniszterelnök jelölt, akinek a szintje az az Orbán, akinek a szintje a Macron, aki arra készül, hogy ő fél év múlva ezzel az emberrel fog az Európai Tanácsülésnek a tanács termében ülni, és azzal, hogy ő ugyanezt az ellenzéki könyökharcot folytatta, egy ilyen nap után, ahol arról kellett volna, hogy szóljon az ő megszólalása, hogy immár ő azon a szinten van, amin egy miniszterelnök jelöltnek lennie kell. Én azt gondoltam, most nyilván nem ezen vesztett el a választást, de hogy ez nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy őt nem tudta miniszterelnöknek jelöltnek látni a választópolgár, és ez még jóval a háború kirobbanása előtti időszakhoz tartozik. Tehát ez is egy politikusi képesség, hogy tudom, hogy kinek a szintjén kell nekem megjelennem riválisként. Végül pedig a hátralévő néhány percben arról, hogy ami már nem Magyar Péter, de valamiféleképpen a Varga Judit Magyar Péter lehallgatott vagy felvett beszélgetéshez kapcsolódik, miszerint Polt Péter urája a helyzetnek, vagy nem ura. Hogy egy számomra nagyon meglepő hír jelent meg a héten, nevezetesen az, hogy Polt Péter szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda hűtlen kezelés büntette, és más bűncselekmények miatt nyomozást indított a NER központ média cégei ellen. Hosszas cikkben ismertette a Szabad Európa portál, milyen trükkökkel és módszerekkel él Balázsi Gyula cégcsoportja. Ezek a cégek kapták a kormányzat sok 10 milliárdos megrendeléseit, és Vadai Ágnes tette fel a kérdést, hogy hát
hogy van ez, legfőbb ügyész úr, hogy nem tetszik vizsgálódni, és akkor most lásd csodát, elkezdenek vizsgálódni. És ugye itt a cikk egy nagyon szemléletes példát mond, hogy egy portré elkészítése stúdióban 379.098 forint, a szabadtéren 319.000 akárhány forint, és erre még jön a több alakos csoportkép elkészítése stúdióban 450, szabadtére 360, ez még a stúdió bérleti díja, szóval egy kisebb fotózás után milliókat számlázhat ki Balási Gyula cége. Cikkírásra mennyit fizetnek, András? Azt minket tudom. Ildikóval ez érdekelne. Igen. Hát forduljatok Balási Gyulához szerintem. Most még lehet, hogy szorult helyzetében ad is nektek egy ajánlatot. De szorult helyzetben van-e Balási Gyula? Valamennyire igen. Hiszem, és mit történetett a háttérben? Most nem is akarom én sem az ügyet részletezni, mert az ő feltételezett bűnlásromán olyan is van, hogy 60-szoros túlárazás, amit azért még nerviszonyok között is elképedve figyelek. Szerintem, ahogy az előbb más téma kapcsán mondogattuk, nem azt mondom, hogy a NER bukásra áll, egyáltalán nem áll bukásra, de zavarban van és védekező pozícióban. Azáltal, hogy a sajtóban megjelentek ezek a példátlan túláradások, és Vadai Ágnes nagyon helyesen nem hagyta ezt parlamenti megjelenítés nélkül, már nem merték azt csinálni, amit hát 10 000 túláradást sejtünk, vagy tudunk, amit korábban csináltak, hogy nem indítanak valamit. Valamit muszáj volt lépniük, ez megint annak a része, hogy összezavarodott a kommunikációjuk és védekeznek. Emellett lehet a háttérben, sokan érezhetik úgy azért Orbán körül, hogy Rogánnak inog a széke, mert ugye Rogán köti ezeket a szerződéseket, vagy a Rogán irányítása. Hát a Rogánhoz közel álló Balási Gyulával kötték. Persze, tehát az asztal mindkét oldalán ő van, mondjuk így bizonyos szempontból, és lehet, hogy épp a Magyar Péter ügy meg egyebek miatt sokan úgy érzik, hogy talán Rogánt már ki lehet billenteni jobban a nyerekből. Hát mindnyájan tudunk miniszterekről, akik már összeakasztották a bajszukat Rogánnal. Tehát még ilyesmit is föl tudok tételezni, de mivel ezt nem tudom pontosan, kár részletezni. A lényeg, hogy ez is a zavart mutatja ott a kormányzó körökben. Hát igen, a jó öreg kriminológiához tudunk csak fordulni, mert hogy ugye valójában egy őszinte fogalmam sincsen, kellene tudnom erre válaszolni. Közben Rogán Antal éppen végképp maga alá gyűri a titkosszolgálatokat, egészen elképesztő figurákat kinevezve. Most, amikor hát. Most, és közben van ez. Én azt a megközelítő... Most egy pillanat. Igen. A Kovács Zoltán felmentése. Én csak azt akarom mondani, hogy ebből azért nem az derül ki, hogy átirányítása a bíró Marcell alá, és Hatala Anna kinevezése, ez szerinted arra utal, hogy Rogán maga alá gyűri a titkosszolgálatokat? Nekem nem, ebben nem úgy tűnik, hogy annyira gyengülne, őszintén szólva. Én inkább azt a megközelítést javaslom, hogy soha ne úgy képzeljük el az Orbán rendszerben mozgó embereket, akik ilyen önálló akarat nélküli figurák. Nagyon is ugye úgy szoktuk mondani, hogy megvan a magukhoz való eszük, és ez csak egy megfejtési lehetőség, nem tudom, hogy így van-e, mert nyilván, ha Paul Péter azt érzi, hogy róla most egy kicsivel megint többet írnak, mint amely az ő számára komfortos, akkor lehet, hogy hajlamosabb gyártani egy olyan ügyet, amire tud mutatni, hogy de hát itt óriási erőkkel működik az ügyészség, mert azért neki fontos, hogy őt támadják-e, hogy ő sebezhetővé válik. Ilyesmi is lehet. Ugye Varga Judit Novák Katalin leváltása is ugye arról tanúskodik, hogy hát ezeknek a figuráknak a rájuk bízott ügyekben produkálni kell az eredményeket. Számít az, nem csak neki számít, hogy ő nyilvánosan támadható, hát az a rendszer egészét érő támadás is. Tehát, hogyha ő egy kicsit ezt puhítani tudja, akkor lehet, hogy az Balázs Gyulának rossz, azért ő ezt megfogja, azt hiszem, egyelőre legalábbis emészteni, de Paul Péter jobban tud védekezni. De az is lehet természetesen, hogy igen, lehet, hogy Balázs Gyulának akarja valaki azt megüzenni, hogy hát a fák nem nőnek az égig, még a túlárazások sem nőnek talán az égig, hogy ez már túl feltűnő, ezt ne csinálja. Egy-két ember már oda lett dobva azért a Mennyi Rolandtól. Csak eddig kisebb halak. Simonkáig, igen.
amivel szintén azt lehet mutatni, Simonka, hogy jól lát. Úszkál ebbe az odadobásban, semmi nem jó, történt. Jó, ebben igazad van, de a Mennyi Roland az... Az nem. Igen, ő nem úszik pillanatnyilag, tehát időnként vannak emberek, akik hát nem osztották vissza a pénzt, vagy nem szóltak előre, hogy el fogják venni. Szóval ilyen példastatuálások léteznek, ez még, hogy is mondjam, ez még csak egy árnyék egyenőre Balázsi Gyulán. Igen. Akkor végül, mert már csak 2 percünk maradt, megkérdeznélek titeket arról, amiről az egész magyar független sajtó tudomást se vett, hanem egyszerűen lenyelte. Nevezetesen, hogy Hollik István lemondott a Fidesz KDNP kommunikációs igazgatói posztjáról, helyére kinevezték Menzer Tamást, de hogy emögött mi lehet? Mit gondoltok? És az egész ellenzéki sajtó szó nélkül tudomásul vette. Senki nem kezdett el kutatni, mi van, mert az, hogy mondjuk Trócsányi nem vállalta el az alkotmánybírói posztot, ott még próbálok magamnak is magyarázatot adni, hogy hát úgy gondolt, hogy ebben a szituációban az ő tekintélye, mint a Károli Egyetem rektorái, jobb az úgy, nem megyek én bele ebbe az alkotmánybírósági dologba. De mi történt Hollikkal? Őszinte válaszom az, hogy fogalmam sincs. Hát ez az. Van egy másik őszinte válaszod is. Szerintem. Pontosan. Hogy mennyire érdekel. Na de azért ne. Hollik nem egy, nem volt egy ilyen, hogy mondjam, nem különösebb figura. Nem tudjuk, hogy hibát vétett volna az ő szempontjukból, ez tény. Hát azt viszont lehet látni, hogy az egész kommunikációjuk, ez Zoli is mondta még az előző részében a beszélgetésünknek, meglehetősen zavarban van, és lehet, hogy ilyenkor próbálnak frissíteni, de mégis maradok a fogalmam sincs válasznál, mert ez az igazat. Az Zoli, de tó? Nekem még annyira sincs. Őszintén szólva fegy meg érte, én még csak el sem gondolkoztam rajta. De nem is érdekel? Nem. Hát ez nagyon csodálkozom. Na mindegy, hát ilyenek az én vendégeim, tetszenek látni. Heti egyenleg lesz a jövő héten is, viszontlátásra.